Gitárszó hangja töltötte be a Szociális Szolgáltató Központ épületét Nyíregyházán. Az iskolakezdésre készülődve a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió Alapítvány immár negyedik alkalommal rendezte meg tanszeradomány osztó ünnepségét. Országszerte több mint 30 településen szerveztek ehhez hasonló eseményt. Nem csak Nyíregyházán, hanem Tuzséron is lesz egy ilyen átadó ünnepségünk, és ezeken a helyeken az a vágyunk, vagy az a célunk, hogy azok a gyermekek, akik a különféle intézményeinkben jelen vannak, vagy az intézményeinkhez kapcsolódó családokban jelen vannak, nekik segítsük az iskolakezdést. Közel 100 gyereknek fogunk tanszercsomagot átadni itt a Vármegyében. Nyíregyházán 14, országosan pedig közel 1000 adományt osztanak ki. Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű alsó, felső és középiskolás diákok segítése. A rászoruló családokat magánszemélyek felajánlásaiból támogatják olyan új tanszerekkel, amik elengedhetetlenek az iskola kezdéshez. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy lehetőségekhez jussanak azok a gyermekek, akik mondjuk valamilyen nehezített körülmények között élik a gyermekkorukat. Mindazonáltal, hogy tanszeradományokkal igyekszünk, azért az év közben igyekszünk olyan programokat, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokat is szervezni, amivel ugyanazokat az élményeket szerezhetik meg, mondjuk, mint egy hétköznapi értelemben vett családi működésben ezt megtapasztalhatjuk. Itt nagyon fontos az, hogy az esélyek minél inkább egyenlőek legyenek minden gyermek számára. A 2016-ban létrehozott alapítvány célja többek között az, hogy a nehéz sorsú fiatalok is olyan szakmát szerezhessenek, amit szeretnek és amikben sikereket érhetnek el. Nagyon sokat segít nekünk, egyrészt örülünk neki, másrészt pedig ezt így nagyon nagy segítségnek vesszük, mert hát ugye nem állunk anyagilag olyan jól, és így még bevásárolva sincsen az iskolába, és így nagyon jól jött. A Szociális Szolgáltató Központ több alapszolgáltatást is működtet. Szenvedélybetegekkel, szociális étkeztetéssel és idős emberekkel is foglalkoznak. Küldetésük a méltó életminőség segítése.